a Nógrádi László helytörténeti gyűjtemény kincseit bemutató sorozatot ma a kínai gyár egykori telefonközpontjával folytatjuk. Marian, mit kell tudni erről a nagyon érdekes szerkezetről? Hú, hát sok mindent, én sem tudok mindent, az az igazság, de igyekeztem azért informálódni. Talán azzal kezdeném, hogy nagyon-nagyon örültünk akkor, amikor 2014-ben Orosz Jenő, a Sanofi akkori kommunikációs igazgatója felhívott minket, hogy hát tulajdonképpen elég sok olyan tárgy kívül kerül a gyármúzeumán, ami korábban a múzeum keretében, ott helyben kiállításra került. Néhány dolgot nagyon szívesen átadnának a helytörténeti gyűjteménynek, fogadóképesek vagyunk erre, van-e helyünk, el tudjuk helyezni. És hát elég sok mindent kaptunk, reklámanyagokat is, tablókat, a gyártörténetével kapcsolatos anyagokat, és többek között mondta, hogy hát van egy telefonközpont is. És akkor én néztem, hogy ez mit jelent, és akkor gondoltam, hogy egy ilyen doboz, amit majd ott kapcsolgatunk. Hát nem, azt mondja, hogy egy kicsit nagyobb, de hát majd átszállítatja. Na hát akkor gondoltam, hogy már azért nem lehet kicsi. És akkor egyszer csak megjelent pár úriember egy terautóval, és hozta ezt a tárgyat, amit először ugye itt a helyszűke miatt nem is nagyon tudtunk elhelyezni, aztán próbáltuk húzni, vonni, tologatni a relikviákat, és hát mondtam, hogy ha egy mód van rá, mindenképpen elhelyezzük. És hát így került ide. Na most, amit tudni kell róla, hogy ez még a hagyományos, régi, kézi kapcsolású telefonközpont. Amit ugye úgy kell érteni, hogy valójában talán a régi filmekben, századforduló tájéken készült filmekben, vagy az akkori időszakot ábrázoló filmekben lehet látni a sok kis telefonos kisasszonyt, akinek ugye a fején a fejhallgató előtte az a bizonyos mikrofon, amiben belebeszél, és hát a keze jár egyfolytában egyik helyről a másikra, húzgálja ezeket a bizonyos zsinórokat, és kapcsolgatja a mellékállomásokat, a főállomásokat, beleszól, beszél, stb. Na hát ez egy ilyen telefonközpont, aminek külön áramellátása volt. Lehet látni, hogy elég komoly vezeték együttessel kellett bekötni a teljes áramrendszerbe, és ha nem volt áram, akkor bizony volt itt egy krúrbli, amivel meg kellett tekerni. Tehát mondjuk tényleg azt kell mondanom, hogy a leghagyományosabb. Hogy mikor készülhetett, nem tudjuk, próbáltuk beazonosítani. Ez valamikor a 10-es évek környékén gyártottak még ilyeneket. Ezt is abból következtettük ki, hogy valamikor a 20-as évek elején már megjelentek az úgynevezett automata telefonközpontok, amelyek ugyanilyen elven működtek, mint ez, csak ott nem kézzel kellett kapcsolatot teremteni a hívó és a fogadó fél között, hanem maguktól megkeresték az elektromágneses rendszerben egy ilyen forgó tárcsával az mellékállomásokat a hívott felek, tehát gyakorlatilag nem kellett kézi erővel rásegíteni az állomásokra, maximum úgy, hogyha külön kért fővonalat valaki. Na hát ez a központ, ez még egy korábbi. Úgyhogy Orosz Jenő sem tudta megmondani, de valamikor 1912-ben költözött ide a kínoin. Már akkor az első időtől kezdve üzemben volt, és valószínűleg a 20-as évek elejéig használták. A gyártó cég a BHG, a Budapesti Híradás Technikai Gyár, amely a 1945 után, hogy megmaradjon a logója a gyárnak, Beloyanis Híradás Technikai Gyár néven szerepelt, talán erre nagyon sokan emlékeznek még. A gyár kötődik a Tungsramhoz. Ezért aztán kétszeresen itthon van ez a bizonyos telefonközpont, megmondom, hogy miért. A híradástechnikai gyár az tulajdonképpen annak idején a Magyarországon működő távíró hálózatot gyártó Egger és társa távíró üzlet tulajdonosának, Egger Bernátnak a vállalkozásából nőtt ki, aki tulajdonképpen amikor a villamos gépgyártó egyesülettel egyesülvén, még a mai Budapest 7. kerületében létrehozta az Egyesült Villamossági és Gépgyárat, ami a Tungsram elődje volt, amely tulajdonképpen 1901-ben ide költözött Újpestre,
és később ugye felvette a Tungsram márka nevet. A világítás technika mellett, illetve a rádió csőgyártás mellett továbbra is működött a távíró, illetve a telefon gyári részlege, amely aztán 1928-ban önállósult, Standard RT néven, vagy Standard RT néven, ha úgy tetszik, amely már kizárólag telefonközpontokat, illetve távíró berendezéseket gyártott. Tehát ilyen értelemben valamikor a Tungsram része volt ez a bizonyos híradástechnikai gépgyár. Ők gyártották ezeket. Így kellett állam alá helyezni. Lehet is mutatni, hogy ugye váltóáramba kellett kapcsolni, és hogyha kikapcsoltad, akkor természetesen nem volt áram alatt, ki lehetett kapcsolni a központot, és itt benne is van, hogy indítás, ezzel tölti föl tulajdonképpen a központot. Tudni kell, milyen egy telefonközpont, sok-sok vonal központja, sok-sok kapcsolási lehetőséget hoz létre, vagy működtethet. Azt mondták, hogy egy-egy ilyen egység, elvileg egy telefonos kisasszonyra számítva, az maximum 200 mellékállomást jelentett, ami nagyjából maximálisan egy időben 100 kapcsolat lehetőségét biztosította, de hát korán sem azért lehetett azért egy hölgy számára egy ilyen, egy időben egy alkalommal 100 kapcsolata nem, általában nem jött létre. Főleg ebben, mert ugye ennek csak 50 egysége van, meg lehet majd nézni, vannak bizonyos részei, amelyek a mellékállomásokat jelentették, ugye is be is van számozva 0-tól egészen 50-ig, tehát pontosan 49-ig. Voltak földvonali egységek, erről a szakirodalom azt mondja, hogy már akkoriban, tehát a 10-es években itt ezek a kis fehér pöttyöcskék még világítottak is, amikor arra hívás futott be. A telefonos kisasszonynak az volt a feladata, hogy ezzel a központi kapcsolati rendszerrel hozzon létre egy beszélgetést a hívó féllel, aki ugye becsöngette itt a központot. Kettő csengő volt rajta, sajnos a másik az elveszett, a helye még megvan, és beleszólhatott, hogy kit keres, milyen melléket az illető fél. Na most, ha ő elmondta, hogy mondjuk a 16-os melléket kérte, akkor az ámára itt jelen lévő kis, ma már úgy mondanánk Jack Dugóval, ugye, kapcsolatot teremtett, és akkor, amikor innen, vagy pedig innen a fővonalat rákapcsolta erre a részre, akkor ő tulajdonképpen kiszállt a vonalból, és kapcsolatot teremtett a mellék és a fővonal között. Számára mutatta is a foglaltságát ennek a mellékállomásnak, abban a pillanatban az úgy hívták, hogy nagyon aranyos, esőablak, ami mögött vagy a mellékállomás száma, vagy pedig az ott helyet foglaló illetékesnek a neve szerepelt, és akkor, amikor ez a beszélgetés ugye megszakadt, akkor természetesen neki már kézi erővel kellett ezt az ablakot visszacsuknia. És hát természetesen bontotta a vonalat, illetve közben befutott egy másik fővonal, akkor nyilván a másik helyben, miközben ők beszélgettek, már lehetett kapcsolni a másikat. Na most elég bonyolult a szerkezet, ugyanis például, ha beszélgetés volt, ugye eleve úgy tudott kapcsolatot teremteni, hogy az illetékes vonal kapcsolása előtt, amikor ugye kapcsolta ezt a bizonyos, nem tudom én, az előbb 16-os melléket, akkor neki meg kellett csörgetnie az illetékes számot, és csak úgy tudott vele beszélni, hogyha ezt már az illetékesnek, hogy mit tudom én, városi vonalat kapcsol, vagy keresi az XY illetékes, hogy ő beleszólt, de utána ugye erkölcsi kötelessége volt ebből kiszállnia. De ha továbbra is nyitva tartotta a vonalat, akkor bele tudott hallgatni a beszélgetésbe. Hát erre azért vigyázni kellett, hogy semmiféle háttérzaj ne kapcsolódjon be. Ez általában akkor lehetett érdekes, hogyha két mellékállomást kapcsolt össze, és azok mondjuk nyáron belül beszélgettek egymással. Ha ugyanezt történt visszafelé, amikor a telefonos kisasszonyt hívta föl a mellékállomás, és kérte egy városi vonalat, akkor természetesen hozzá kapcsolta az ő egységéhez, irányította mondjuk a fővonalat, szintén ezzel a Jack Dugóval.
És azért, hogy a vezeték kímélés szempontjából nagyon érdekes és elmés volt a készülék, nem kellett rángatni, ugyanis a belső oldalán a szerkezetnek elég komoly ilyen görgős súlyok húzzák vissza a vezetéket, amivel nem kellett rángatni, tuszkolni, stb. Tehát minden esetre eléggé kímélte a szerkezetet. Hát ha megnézik, akkor még a hagyományos ilyen szövettel burkolt vezetékrendszer. Ez a fajta osztott, beszélgető, kagylós megoldás, ez ugye lehetővé tette, hogy a telefonos kisasszony mind a két kezével egyszerre dolgozhasson, akár több vonalat is kezeljen egyszerre. Hát én ez nem vagyok eléggé ügyes. De nyilván egy fejlettebb változata az ugyanaz az elképzelés, hogy ma ez a régi, hagyományos bizony bakelit kagyló, ez ugyanúgy működik itt ezen a bizonyos központon. Hát ugye ki kell cserélni a jackdugót, ez a központi vonal, és akkor innen teremtett kapcsolatot a mai modern változattal az illetékes hívó, illetve hívott féllel. Nagyon elmés kis szerkezet, ugyanis ha valaki befejezte a beszélgetést, és mondjuk a telefonos kisasszony valóban nem hallgatózott, mint ahogy általában ugye ez nem is volt, bizalmi állás volt egyébként egy telefonközpont, aki nem felelt meg, az bármiféle ilyen erkölcsi probléma felmerült vele szemben, akkor azonnal menesztették, tehát ez egy nagyon komoly feladat volt. Tehát, hogyha a telefonos kisasszony nem követte a beszélgetést, akkor bizony nem vette észre, hogy mondjuk a mellék és a fővonalon, tehát a hívófél között mikor fejeződött be a beszélgetés. Ehhez kapcsolódott egy olyan készülék, amin szintén volt egy ilyen tekerős fogantyú, amivel visszacsörgött a kisasszonynak, hogy befejeződött a beszélgetés, nyugodtan bonthatja a vonalat. Így aztán gyakorlatilag szinte percenként vagy másodpercenként csörrent meg a telefonközpontnak ez a kis csengője, ami hasonlít a régi bicikli csengőhöz, nekem mindig az jut eszembe. Tehát alapvetően egy állandó kapcsolatban volt a gyárral. Ez mondjuk egy eléggé, hogy mondjam, kis teljesítményű fal volt. Amiket én utána néztem a szakirodalomban bizony, több nagyobb, például egy telefonközpontban, mondjuk a Terézvárosi központban, ami Budapesten először épült 1881-ben, 6000, illetve először 6000, azt még az EIVRT, tehát az Egyesült Izolámpa és Villamossági RT készítette, amit aztán fejlesztettek 10, illetve 18 ezer állomásra. Ott bizony sok-sok ilyen kis asztal volt egymáshoz kötve, és ugye nyilván ezzel kapcsolatosan ugye 100 körüli létszámú telefonos hölgy dolgozott folyamatosan. Gyakorlatilag nagyon szépen végig lehet követni, aki műszakileg ehhez ért, bele lehet nézni az asztalba. Minden egyes egységhez lehet látni, hogy millió oda-vissza kapcsolás, kis zsinór köteg vezet, lehetővé teszi ugye oda-vissza a kapcsolásokat házon belül és kívül is, és a párhuzamosságot is, tehát hogy egy bizonyos vonal foglaltsága esetén a többi még attól működik, és mögötte, illetve alatta itt van az a bizonyos, hát meg kell nézni, elektromágnes sor, ami tulajdonképpen vezérli ezt az egészet. És ami a másik oldalon szintén ezeket a kis esőablakokat, amik ugye itt leesnek, azokat vezérli. Mindenképpen fontos megemlíteni, hogy ugye Európában először Puskás Tivadar készített távíróközpontot, illetve telefonközpontot Párizsban. Ő Edisontól tanulta telefonközpont gyártásának az elvét, tulajdonképpen Edison maga sem tagadta, hogy Puskás Tivadar hívta fel figyelmét, hogy a távíróközpontok mintájára a beszélgetés központjait is létre lehet hozni. Edison végül is Amerikában nem tudott gyártani egy ilyet, Európában, Párizsban készítette, és a magyarországi első telefonközpont tervét, a Terész központ tervét pedig az öccse Puskás Ferenc készítette el, és az EIVRT. Úgyhogy ilyen értelemben visszakerültünk a Tungsramhoz.